Gyere már, légy szíves, viszont tisztelt. Nem tudom eltolni. Hát sajnos közbe jöttek a dolgok, és most visszapakolunk. Ott az utazó táska már. Már a babakocsit is vissza. Beki! Kurványád, jön az autó, Beki! A főrugom. Húzzá be! Takarodj a helyedre. Gyerünk, mennyi? Föruglak. Amerikában is meghallották. Mónikám az én, Móni. Tudom, hogy izé, de ez a hajt a izé okozza. Ez a leengedett ablak. Hát sajnos úgy néz ki, hogy nem jött össze a sümegi út. Pedig nagyon rá voltam készülve. De igazából csak annyi történik, hogy egy hetet tolódik ez a dolog. Csúszik, azt akartam mondani. Tudom, hogy elborultatok, de hát kocsiba vagyok, azért nem úgy megy, hogy itten állandóan állítgatok. Hát ezt hogyan? Hát ez aztán kameraállás, Mónikám. És mindjárt majd kitalálok valamit, csak addig most vártok, bazd meg. Mert hát azért, na, mi a fasz tegyek mögé? Móni, mindjárt mondom tovább, Móni. Kicsit gyűrködök papírtot. Úgy, hát ha, na hát valami látszik. Szóval az a helyzet, hogy most csúszik egy hetet ez a dolog, és már ki voltunk pakolva az autóba, meg mindennek. Mindegy, jobb is lesz ez így, mert így folyamat kellett volna 3 órát vezetni, amiben nincs baj, mert én vezettem már ennyit, meg még többet is, csak pici babával itt hátul az én ecces, meg kutyával, és hát úgy néz ki, hogy akkor egy hét múlva viszont sokkal jobb lesz a helyzet, mert akkor már Siófokról kell csak menni, és az csak másfél óra, úgyhogy azért az kurvára nem mindegy. Megint elburul, de leszarom, hát attól én még tudom mondani, amiket akarok, nem? Most az a baj, hogy mögöttem ismerős jön, és izé. Akarok itt pakolgatni, mert akkor meg izé, hogy mit balfaszkodik ez a nő, de hát nem az a baj, hogy balfasz vagyok, hanem az, hogy a kibaszott telefontartót ott hagytam, Móni! Kurva eget! Na így, aztán le vagytok szarva. Na, hát hova megyek? Ja, megyek, akkor elhozom az utazó ágyat a barátnőmtől, mert hogy én kölcsön kértem tőle, aztán a párja lehozta a padlásról. Hát most azért már gáz lenne, hogyha azt mondanám neki, hogy te, Mónikám, most mégse kell, bazd meg, mert mégse megyek. Akkor inkább elhozom, azt tárolom még egy hétig, úgysem mondtam nekik, hogy mikor viszem vissza, hát nem, tök mindegy. Vagyis úgy is elmondom neki, hát meglátja a videóba is. Csak most így nem mondom ki ezt nyíltan, érted, hogy mit mondok. Na, ez egy jó buzi, egy kereszteződés. De megoldotta a vicca mama. Hát rendkívül jó az autóm, tényleg. Nem mondom, hogy nem. Hát most ide leteszlek titeket, Mónikáim. Megjöttem az ágyért. Be kell üzenjek neki, hogy itt vagyok. Ez biztos hallja, nem? Csak nem jön autó. Mondjuk már rám üzent. Csak ahhoz akkor ki kéne kapcsoljam az videót, és akkor megint meg tudok találni. Jó napot kívánok! Nem kell határidőt mondjak, hogy mikor hozzon.
Jó napot! De képzeld el, hogy ezt nem akartam kiakítani, ugye, hogy ott legyen. Ja. Te nem oda mész? Nem. Te nem oda megyek. Mert hát én nem megyek semmire. Ja, de valószínűleg úgy fogok menni, csak már nem akartam mondani, hogy izékon megyek jövő hét szabadon, mert ja. Nem úgy jött össze amúgy a dolog. Hát akkor még ráért volna. Hát ráért volna, de ezt csak később tudtam meg. Mondom, most megmondom a Robinak, hogy izé fölöslegesen mászott fel. Egy valakos kellett. Hát addig inkább akkor lekorolom, tudod. Van is, addig tanulmány ezt, hogy kell összerakni. Persze, hogy hogy kell összerakni, ez jó van. Azért mondom, hogy izé. Mondom, akkor már nem. Hoztál gyerekek? Nem. Nem hoztam el, mert izé. Közben hívtak, úgyhogy... Úgyhogy így is hogy egy szép kapcsolt, Móni. Ez jó közel átva, ez meg. Izé, jó. Na, megszerettem az utazóágyat. Nagyon fasza. Szombatra, jövő hét szombatra, akkor már semmi nem állhat az útba. Siófokig tuti az út, onnan meg már 100%. Az meg, Mónikám, hát nem igaz már. Fogok csinálni egy videósorozatot, mindig ki fogom vágni, hogy Mónika. Móni, Móni, Móni. Hányszor mondom el, hogy Móni. Imádom a Mónit. Belegondoltam, nem is sok Móni barátnőm van, egy darab. Egy Móni van. Aztán, ha több van, akkor elnézést. Ne, hogy megsértődjön. Jaj, Móni, bemegyek a izéba. Mi ez? Tom Taylor, én úgy hívom, de amúgy Tom Market, tudod? 12-28 van, úgyhogy vígan vásárolhatok. Akkor veszek fagyit. Most is ki kell kapcsoljam akkor, mert kártyával fizetek. Van még rajta 1200 forint. Hát... És az kell a telefon, Mónika. Móni, Móni, Móni. Már mit szuttyogtok? Kurva ege. Ah, bazzek, hogy megráz ez a szar egy flikám. Na, ezeket vettem a boltba. Úgyhogy legyen izé. Otthon ilyen parti dolog. Parti dolog. 0%-os Radler. Na mindegy, de azért jó. Finom, én szeretem. Á, kitéptem a hajam. Úgyhogy jövő hét szombaton, lehet, hogy este lesz, mire odaérek, ezt nem tudhatom, Mónika, mert tudod, mi van. Hát az van, hogy közben tesómék is jönnek, és velük mindenképp szeretnék találkozni. De hát ott úgyse lennénk sokáig. Hát lehet, hogy olyan 8 fele odaérünk, de most leszarom, mert világos van. Úgyhogy ennyi, a gyerek tud aludni a hordozóba. Mi volt ez? Mónika, leesett a... Ja, szerintem leesett innen a izé. A kanyarba lehet elcsúszok. Mit dudász, te faszopó? Indexeltem is, meg kanyarodtam is. A kurva anyukat ezeknek, akik nem tudnak vezetni. Mit dudál? Vagy ismert a köcsög? Nem lehet dudáljon senki, mert lerugom a fa. De itt van a mici mackos, jó van, akkor nem idegeskedek. Hányszor burul föl ez a szar? Hú, Móni. Megbontom ezt a Radlert, hogy mint az állat. Jaj, most szomorú vagyok, de mindegy, az éltessem, hogy szombaton megyek. Ez pont egy hét, mához egy hétre. Már nem leszek itt.
Elvisz a Volkswagen engemet is. Volkswagen sű, megig meg nem áll, memnek áll. Nyújtom a Radlerem, szervusz babám. Tudod, hogy van ez a szám? Áj, lemaradok a túrotlan csúszáról. Áj, de csak kapok, még marad az tartósítószer, azt mondta Peti. Tiszta tartósítószer, mindent megmarad. Megmarad. Itt a kis fény jöjjön be, ha már napszemüvegbe vagyok. Hát én most ki se szállok a kocsiból, csak nincs benzinem, Móni. Bár attól ülhetek benne. Hú, de szombaton elhúzok a picsába. Kutya, gyerekek is sümeg. Ott lesznek Hingáék, mondtam nekik legyenek ott, hát akartam velük találkozni. Csak, hát most ez így jött. Most nem tudom, hogy kinek van elsőbsége, de én most átmegyek. Úgy, te még hol vagy, figyeld, hol van, még csak most fogod jönni, figyeld. Ott van, hát azért mondom, Móni, hát ki lehet ezeket számítani, hogy ki hol, körülbelül merre, hány méter, nem, de hát akkor meg mit kell itt idén. Ja, jó van, ide állok akkor a saját helyemre. Megjött a Christophernek a adókártyája, egyem a kis csipici testét. Nem szabad gyorsan, mert most lett megcsinálva az egész anya. Nehogy itten izé. Jó, de fú, gyerekek, figyelj, húzom azt az ablakot, felmegy, ugye, ahogy húzom. Ez is fölmegy. Nem itt csinál, hogy nagyon jó, nagyon propi, nagyon menő, nagyon-nagyon lekapcsoljuk a világítást. Nem, de jó van, abba hagyom ám a pofázást, mert látod, nincs mit mondanom. A napot, az órát sem tudom. Csak várom, hogy üzent, hogy vársz. Én szeretem az Ákost. Nagyon is. Jó? Köszönjük szépen. Akkor ennyit tudtam mondani a jövő hét hétvégéről. De lehet, hogy már még valami eszembe jut. Vigyázzatok magatokra, éljetek, ahogy tudtok, és használjátok ki a napsütést, mert a napsütés jó. Egyetek fagyit, és igyatok sört. Csak ne ebbe a sorrendbe. Vagy de. Arrivederci. Miért nem? Ó, vajat tegyél bele. Tegyél bele vajat. Jaj, ez a haj. Vaj szerkentyű, merkentyű. Hullhádi lett tévé. Igen. Hullhádi lett tévé. Kérd, patkozó cukrot mondom. Ja. Mikor torkodba pattaná. Gabi, tudod, ahogy volt, nem tudom pölteni. Na, ne tépjék. Móni. Ez rendesen tép.
Ó, van a fejed. Fingod. Igen. Na most már szerintem engedjük el egymás saját. Így megyünk-e, Mura? Jaj, de jó vagy. Igen, mindig is. Lejárt a mikro... most ezt a hajamat kapta el a bal oldali mikrohullámos sütő, de örül neki, na, hogy kitépkedik. Ne vedd el tőle, hadd örüljön. Jó, elég volt, Móni. Hát meg tudod, jó is, hogy így alakul. Gyere, Szeszi, hagyd a gyerek. Nem, Beki, Szeszi. Szeszi, Sziszó. Megkiabáljál. Olyan sovány vagy. Vagy azért, Krisztófer miatt értem, hogy le vagy sovány. Gyönyörű cicája neki. Igen, ez a kis babája. Cica, Krisztófer, itt a cica. Ez karap. Karap? Harap meg karmol. Na, szóval, tudod mit mondok, hogy még jó is, hogy így alakul, te Móni. Addigra kiderül a koronájuk, ha hogy áll a csöcsön. Tedd már vissza a helyére. De tényleg miért, mi a baja? Semmi, de akkor miért olyan? Ezért mindegy. Addigra kiderül a koronájuk, hogy most lappang vagy nem, addigra már jó lesz. Akkor már nem lappang, mehetünk. Nem, csak viccelek, de nem. Igazat mondok. Na, szóval ennyi, Móni. Ez volt a izém. Kitakarom a telefonszámomat. Ez volt a hirdetőm. Tudod, mikor podrász voltam. Mi az szórólap? Szórólap! Nem hirdető, mi a hirdető? Heti hirdető? Nem a heti hirdető ez. Így pont kitakarom a falat is olyan, mint hogyha nem lennem. Nem bírom magam abba hagyni. Hol van a... Nem hoztam ki a pijámat. Tudom, hogy már elköszöntem. Krisztófer, hát ennyi állat. Én is inkább köpök. Ne szórakozz. Kuc-kuc. Dick Móni, kigyütt már. Hát mindig szokott úgyis színészkedni, hogy így csinál. Azt nem tudom, miért csinálja. Ez a Móni fej. Hogy vagy? Várjál, Mónikám? Móni, megbosom a Móni. Imádlak. Aztat. Miért ezen kül mutatni? Miért nem tudod megfogni normálisan? Hát hány szót tanítottalak? Mondjad meg. Most nincs jó kedve, mert azt hittem, megyünk, aztán máshogy alakult. Ami ebbe a videóba történetemre. Ebbe a videóba hányszor leejtem a telefon. Gabi, figyelj! Ti nem értitek ezt, de én olyan hosszú a hajam, most kivasaltam is. Nézd meg! Sose volt ilyen hosszú. Tudod, mit mondok, hogy megnőtt.
Most föl vagyok dobódva, hogy ma megyek, de kicsit rossz kedvem is van, hogy most nem tudok menni, de mindegy, a lényeg, hogy majd megyek. És jövő héten már úgy megyek, hogy mint a húzat. Addig meg dolgozok. Akár tetszik, akár nem. Ez tüdőre ment. De hát mindegy. Ja, ennyi hab utánom. Ez egy undorító dolog, ez a hab. Volt egy ismerősem, az mindig úgy kérte a kocsmába a sört, hogy sok habbal. Hát, ebben mi a jó? Hát az, ami a sajtba, az meg a hab, az... Hú, de szeretem a sört. Ezek meg megisszák, míg odaérek. Hát jó, most én voltam a balfék, de hát mindegy. Akkor is megyek, na. Semmi. Szerintem befejezem. Móni, ott az italom, na! Hát tudtam én. Hát nem szóltok, Móni, hogy itt volt végig. De van mosogatógép. Lohaim. Mielőtt tudod, én azt, hogy pú, de onnan itt van a böfögés. Hát ez természetes dolog. Nem fogok így böfögni, vagy kivágni. Hát ez az élet. A böfögés, fingás, szarás, húgyozás. Nem? Te nem csinálod, manöken. Menjetek a faszba. Na cső. Na nyom már ki, Móni. Nem tudod, Móni. Mónikám, szeplős. Szeplős vagy, Móni? Móni!